Gyújtópont. Üdvözöljük a Hit Rádió adásának hallgatóit, és üdvözlöm a stúdióban Gyutai Csabát, a kormány gazdaság újraindításának a program keretében kinevezett kormánybiztost, aki az építés gazdaságért, ha egy nevezhetem ilyen gyűjtő szóval, egyfajta felelős vezetőként lett kinevezve. Hogy mit is jelent ez, arról fogok elsősorban majd még vele beszélgetni, de még mielőtt erre rátérnénk, egy kicsikét szerintem érdemes az építőanyagiparról és az építő iparról egy átfogó képet adnunk a rádióhallgatóknak. Ugye az látszik azért az elmúlt években, hogy egyértelműen a magyar állam számára, de szerintem ez még nemzetközi viszonylatban is a statisztikákból látszik, azért az építőipar mindig egy harapós szeletet kiharap. Tehát, hogy az össz, akár a GDP-t, ha vesszük alapul, azért annak egy jelentős részét mindig az építőipar képviseli, és hogyha ingadozik az építőipari teljesítmény, akkor azt azonnal érzi az egész gazdaság. Most Magyarországon, ha külön szeretelnénk a magánszektort, aztán ezen kívül akár a magán, de nem magán jellegű, tehát nem családi ház, nem társas házi beruházásokat, hanem gyárak, üzemek, akár más jellegű ingatlan fejlesztéseket, és hogyha még mellé rakjuk az állami beruházásoknak a léptékeit is, azért az látszik egyértelműen, hogy szinte nincs olyan szektor, ahol ne tudnánk arról beszélni, hogy megy, működik, szépen vannak fejlesztések, szinte minden ágazatban van kapacitás, úgymond, amit vizsgálni lehetne. Én azért azt a kicsit a mélyben levő kérdést fogom feltenni első kérdésnek, hogy ezek a jó mutatók, pozitív mutatók mögött viszont megjelent egyfajta probléma. Az egyik az a nyersanyag hiánya, a másik pedig alapvetően az anyagellátásnak a hiánya. Ugye ez az, amiről ma most igazából a felszínen látottak mögött komolyan kell vele foglalkozni. Miért kellett ezzel elkezdeni komolyan foglalkozni? Mi volt ennek a hátterében? Jó napot kívánok! Tisztelettel köszönöm a megtisztelő meghívást. Hát mindenek előtt bevezetésként annyit szabadjon elmondani, hogy valóban az építőipar, vagy talán szerencsésebb úgy fogalmazni, hogy az építés gazdaság meghatározó ágazata, ha úgy tetszik, stratégiai ágazata a magyar gazdaságnak. Ez 2019 kimagaslóan jó év volt, a GDP-ből ez az ágazat 6,5%-kal részesült, és itt konkrétan ez alatt a magyar statisztikai rendszer csak a kivitelező, tehát az építő szektort érti, de mi, akik ebben a világban dolgozunk, azok beleértjük az alapanyaggyártást, mondjuk az ablakgyártást, tehát azoknak a hozzávalóknak az összességét is, amelyeket beépítünk a kivitelezés folyamatában, és ha ezt a 6,5%-hoz hozzátesszük, akkor még mintegy 4-5%-ról beszélünk, és ha kettőt összeadjuk, az 11%, az pontosan ugyanakkora, mint a magyar autóipar. Tehát jól látható, hogy az építő, vagy az autóiparra úgy tekintünk, mint a magyar gazdaság húzóágazatára, az építés gazdaság is legalább olyan húzóágazata és olyan fontos szegmense a nemzetgazdaságnak, mint az a szektor. És hogyha, és a szerkesztő úr pontosan fogalmazott, hogyha ha gyorsan és hatékonyan akarunk GDP növekedést elérni, akkor leggyorsabban az építőipari aktivitás révén lehet ezt elérni. Emlékezzünk vissza anno az első Orbán kormány idején, amikor először lakástámogatási rendszert vezettek be, az azonnal, ha úgy tetszik, megdobta a GDP-t, és azonnal látszott a nemzetgazdaság kibocsátásában. Nincs ez máshogy most sem. A helyzet azért annyiban bonyolult, hogy jóval nagyobb lett ez a szektor, tehát a nemzetgazdasági súlya sokkal erősebb lett, az említett mutatók is erre utalnak. Másrészt pedig... Ez egyszerűen abból fakad, hogy jóval több a beruházások száma is. Tehát mondjuk az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedtek azok a fajta állami beruházások is,
tényleg nem kis kellene talán részletekbe belemenni, amik jelentősen lekötik a kapacitásokat, és mellette viszont jól működik a magánberuházásoknak az aránya is. Ez így van, tehát egyrészt ennek ez az oka, másrészt pedig valóban erősebb, dinamikusabb lett ez a szektor, és hát kilépett az országhatáron túlra is, ami örvendetes, hiszen vannak olyan magyar építőipari cégek, mondjuk a Kész Kft-t említhetem, akiknek akár még Németországban is vállalkozások vannak, de jó néhány ilyen vállalatot lehet említeni. Ez is örvendetes. Az látszik, hogy a foglalkoztatottak száma is meglehetősen magas, hiszen több mint 300 ezer emberről van szó, akik ebben a szektorban dolgoznak, és hogyha uniós viszonylatban nézzük a foglalkoztatottak arányát, akkor viszont a hatékonyságunk egy kicsit gyengébb, tehát durván itt még van javulnivaló, tehát itt még körülbelül olyan 3-4%-kal magasabb kibocsátásra lenne szükség a foglalkoztatottak számához viszonyítottan, de nem panaszkodhatunk, az jól látható, hogy a tavalyi covidos év az megtépázta ezt a szektort is, és mintegy 10%-os visszaesés történt, de az idei számok azt mutatják, hogy van esélyünk arra, hogy évvégén a 2019-et meghaladó kibocsátást tudja produkálni a szektor. Ugye ott akadtunk meg ebben a témában, hogy ezek a mutatók, amiket most ön részletezett is, és szerintem jól tettük, mert legalább két olyan kulcsgondolat is elhangzott itt a részletes adatokban, amik szerintem érdekesek lesz a beszélgetés további folytatásában, hogy én azt a kérdést dobtam fel kicsit olyan provokatívan, hogy ugyanakkor a kivitelezői szektor visszacsatol, és azt mondja, hogy bizony lassabban tud teljesíteni, szeretne hatékonyabb lenni, de nincs anyag. Ugye ez egy ilyen régi mondás, ilyen 80-as évek végén hangzottak el ez a kivitelező szektor részéről, hogy nincs anyag. Hogy nyilván ez általánoságban ez így nem igaz. Viszont vannak olyan kulcsfontosságú anyagok, amikben tényleg felmerültek hiányok. Én ugye, amit én hallok így a fa anyagok tekintetében, de akár bányaipari termékeknél alapanyagok tekintetében is felmerült, de külföldi importból jövő termékek tekintetében is felmerültek hiányok. Ezeknek a hiánya, ez egyértelműen a COVID-nak a számlájára írható, vagy ez egyfajta valamilyen tendenciának, valamilyen fajta kisülése jelen pillanatban? Hát nincs hiánygazdálkodás, piacgazdálkodás van, piacgazdaság van, de vannak a piacnak is anomáliai. Valóban van néhány termék, amelyek esetében nem csak a magyar, hanem a globális ellátási láncoknak az akadozása problémát okozott. Ha csak arra utalok, hogy a szuezi csatornán megakadt egy szállítóhajó, igen, és annak komoly következményei lettek a világgazdaságban, de elsősorban a COVID-járvány következtében például jó néhány nagy vaskót megállítottak. A járvány után gyakorlatilag az egész világgazdaság újraindult, és mindenütt az építőszektornak, az építésgazdaságoknak alapanyagra van szükség, és emellett nem csak az építő szektornak, hanem mondjuk az autóiparnak, vagy gépgyártásnak, tehát komoly hiány keletkezett globális szinten a fémtermékekből, elsősorban az acéltermék esetében, de mondhatom akár a réz, vagy az alumínium termékeket is, és ahol hiány van, ott megnő a kereslet, ott megnő az ár, és azt látjuk, hogy globális szinten durván 80%-kal az acéltermékek ára megnőtt. Most már néhány hónappal ezelőtt valóban még mondhattuk azt, hogy bizonyos termékekből hiány volt, most már úgy tűnik, hogy a hiány időszaka az megszűnt. Inkább az jellemző, hogy bizonyos szegmensekben a megrendelések teljesítése az hosszabb időt vesz igénybe, de már hiányról nem beszélhetünk. Természetesen a kormánynak az a dolga ebben az esetben, hogy beavatkozzon, ha lehet, a piacba, beavatkozzon a folyamatokba,
És itt még azt is hozzátehetjük, hogy a családtámogatási, az otthonfelújítási programok esetében komoly forrásokat kaptak a családok. És itt azt láttuk, hogy gyakorlatilag olyan termékek esetében is indokolatlan áremelési hullám indult meg, amelyeket az acéltermékekhez hasonlóan nem világgazdasági okok miatt nőtt meg az ár, tehát gyakorlatilag indokolatlan áremelések jelentek meg a piacon. A kormánynak természetesen nem az volt a szándéka, hogy odaadja a családoknak ezeket a lakásfelújítási támogatásokat, és azokat elvigyék indokolatlan áremelések, hanem azt a családok észszerűen és okosan használják föl, meg természetesen az állami nagy beruházásoknál sem cél az, hogy lekötött szerződések megdráguljanak indokolatlan áremelkedések miatt, ezért jó néhány intézkedést hoztunk az elmúlt időszakban. Elsősorban a kritikus, és itt olyan termékekről van szó, amelyeknek a hazai felhasználása fontos volt, kritikus építőanyagok körében bevezettük az úgynevezett exportregisztrációs folyamatot. Magyarul itt arról van szó, hogy jó néhány vállalat esetében azt tapasztaltuk, hogy a magyar kivitelezők igényeit még abban az esetben sem elégítették ki, hogyha a magyarországi gyártó kapacitással rendelkeztek. Ezek elsősorban nem titok, külföldi tulajdonú vállalatok voltak, akik vagy az anyavállalat, vagy az anyavállalatuk anyaországának az építőanyag igényét szolgálták ki elsősorban, és nem a magyar kivitelezőket. Ez a kiviteli regisztrációs folyamat, ez legalább azt láttatta velünk, hogy milyen anyag ár folyamok vannak, tehát az adott termék az milyen országokba, hova megy ki. Nem akad. Mit lehetett ebből látni? Tehát mi az, amilyen következtetés látszott ezekből a regisztrációs kötelezettségből? Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy regisztrációs kötelezettség. Mert ezt kérdeztem is volna, tehát hogy ez nem egy ilyen vám, hogy nem. Hanem ez az Európai Unióban nincs vám. Legalábbis belső vám, nincs külső vám van. Ez nem korlátozás, hanem regisztráció. Aki exportőr, az egy egyszerű internetes felületen az Innovációs Minisztérium megfelelő oldalán ezt a regisztrációt elvégzi, és 2 napon belül megkapja a kiviteli engedélyt. Egyébként egyetlen egy kiviteli szállítmány sem akadályoztunk meg. A szabályozás lehetővé teszi azt, hogy adott esetben, hogyha szükség van a termékre, az állam a elővásárlási jogával élhessen azon az áron, ahogy kínálta az eladó a portékát. Tehát akkor ez végül is ez egy szonda. Tehát ez az adott szegmensben akkor a kormány nem beavatkozott, hanem kíváncsi volt arra, hogy azok az áramozgások, amik határon kívülre kerülnek, azoknak mik a tendenciái. Egyrészt így van, másrészt pedig egy finom jelzés volt a piac felé, hogy hát uraim, ha lehetséges, akkor elsősorban a magyar kivitelezők igényét elégítsétek ki, és utána szállítsatok ki. Mi ezért kérjük a regisztrációt, hogy tegyétek meg ezt a regisztrációt, de lehet, akkor ne az export kötelezettségeiteknek tegyetek eleget elsősorban, hanem a magyar vállalkozó igényeket elégítsétek ki, ne álljon meg a magyar építésgazdaság. Egyébként a statisztikai adatokból pontosan visszaigazolódott, hogy augusztusban és szeptemberben a korábbi hónapokhoz képest kismértékben csökkent a kibocsátás, és ennek pontosan az az oka, hogy alapanyaghiányok voltak. Az októberi számokat még nem ismerjük, de valószínűleg már a szektor visszakorrigált és visszatért az a dinamikus növekedési pálya, amit a korábbi hónapokban tapasztaltunk. Egyébként a júliusi, augusztus és a szeptemberi számok is jóval magasabbak az előző év azonos időszakához képest. Tehát ez egy jelzés volt a piacnak, belső igényeket elégítsük ki, egyébként kiszállíthatod. Ez volt az egyik intézkedés. A másik, a bányászati termékek esetén homok, kavics,
de még mondhatom a cementet is, indokolatlan áremelések történtek, hiszen ezek Magyarországon rendelkezésre állnak, a kibányászott ásványi anyag az gyakorlatilag állami monopólium, a bányászati cégnek arra van joga, hogy ezt kitermelje, de az ásványi vagyon az mindannyiunké, az az állami. Itt néhány vállalkozás visszaélt a helyzetével, egyébként a versenyhivatal is vizsgálta ezeket a folyamatokat, hiszen semmi nem indokolja, hogy mondjuk egy felső Tisza menti kavicsbányán 800 forint vagy 700 forint per tonna legyen egy tonna kavics, és semmi nem indokolja azt, hogy Budapest környékén, ahol persze nagyobb a felhasználás, hiszen az építkezések nagy része Közép-Magyarországon és a főváros térségében zajlik, mondjuk 8000 forintért adják ugyanazt a kavicsot. Még úgy is, hogy mondjuk adott esetben megvásárolják Szabolcsba, Budapestre szállítják, elbírja a szállítási költséget az ár, de megjelenik egy extra magas áron. Nem beszélve arról, hogy Budapest környékén is jelentős kavicsbányák vannak. Ebben a szektorban meghatároztunk egy ajánlott árat, és hogyha a fölött árusítja a bányavállalkozó, akkor az eladott ár 90%-át a különbözetként, extra bányajárulékként be kell fizetni a költségvetésbe. Egyébként, és itt meghúztunk egy árbevételi korlátot, mert sajnos ez a piac tulajdonképpen két szereplős, két nagy külföldi tulajdonú vállalat rendelkezik a magyar kavics vagyon kitermelésének mintegy 60%-ával, és hát ez a két vállalat, ez gyakorlatilag előre le is foglalta azokat a bányatelkeket, ahol az elkövetkezendő években kavicsbányákat lehet nyitni. Erre is volt a kormányzatnak egy intézkedése. Aki megkutatta és megszerezte bányatelket, hogyha egy éven belül nem indítja meg a kitermelést, akkor a bányászati jog automatikusan visszaszáll az államra, és az állam újra pályáztathatja az adott bányatelket. Tehát ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ne két szereplős legyen egyrészt a piac, igen, másrészt pedig ez a két szereplő ne üljön rá ezekre a termékekre és a bányatelkekre, hanem egy kicsit nyitottabb legyen a bányászat lehetősége. Nem beszélve arról, hogy azért itt irdatlan jövedelmezőségi lehetőségek vannak. Az egyik vállalatnak a tavalyi árbevétel arányos adózott eredménye az 52% volt. Hát megnéztük a kollégáimmal a dél-afrikai és az ausztrál aranyipart, ott olyan 45-50% ez a mutató. Magyarországon gyakorlatilag ezek a cégek kavicsbányaként aranybányát üzemeltetnek, de ez egy jó poén volt. Igen, igen, de ült, tehát helyén volt. Itt még egy kérdést hadd tegyek föl ezzel kapcsolatosan, mert szerintem azért a rádióhallgatók annyira a bányaiparban nincsenek otthon, de azért azt azért látjuk megint csak, akik utazó emberek, hogy elmegyünk egy ilyen kitermelési hely mellett, hogy ott van egy nagy tájsebb, és akkor, hogy avval mi történik. Tehát egyrészt mitől hatékony egy bánya, tehát mitől működik jól, és számomra mind, aki mondjuk felhasználó vagyok, mert le akarom kövezni az utat, vagy az alapba akarok követ venni, vagy bármilyen célszemből, az nekem miért fontos az, hogy én mondjuk akár egy több szereplős bányagazdaságból vásároljak alapanyagot? Nyilván, ha több a szereplő, akkor verseny van. Ha verseny van, akkor kedvezők, a piac dönti el az árat, és nem adott esetben néhány szereplő piaci dominanciájából következik az ár. Ez az egyik dolog. A másik dolog, a magyarországi szabályok alapján, ha megkap egy vállalkozó egy bányatelket, és kibányázta a bányászati nyersanyagot, akkor azt a bányászat után rekultiválni kell. A rekultivációnak több módja lehet. Ugye ez attól függ, hogy milyen
vastagságú a kavics vagyon, van, ahol 2 méter, de van itt Budapesttől délre néhány olyan bányatelek, ahol akár 40-50-60 méter is lehet, vagy éppen jégkényesen még ennél vastagabb, kiváló minőségű kavicsot lehet bányászni. Ott nyilván keletkezik egy tó, a tavat azt lehet jóléti megoldásokra használni, lehet belőle horgásztavat létrehozni, de ahol kisebb a kibányászott anyag vastagsága, ott lehetőség szerint vissza kell állítani az eredeti környezetet, ami azt jelenti, hogy meghatározott anyagokat lehet visszatölteni a kibányászott anyag helyére, és én olyat is láttam Dunavarsány mellett, hogy a bányát tökéletesen rekultiválták, az egyik bányatelken egy erdőt hoztak létre, a másik bányatelken pedig éppen káposztaföld virított. Ez tökéletes megoldás. Nyilván azt is ellenőrizni kell a bányászati hatóságnak, hogy van egy úgynevezett üzemi kitermelési engedélye a bányának, hogy az alapján folyik-e a bányászat. Az nem érdeke nyilván az államnak se, hogy ahol mondjuk 40 méter a kavics vastagság, 10 métert vagy 15 métert gazdaságosan le lehet termelni, ott maradjon még 30 vagy 40 méter, és normális rekultiváció ne történjen. Tehát ez egy nagyon érdekes és izgalmas világ, a bányászat világa. Mi úgy látjuk, hogy azért itt még jó néhány intézkedést kell hozni, hogy konszolidáltabb viszonyok legyenek. Például tervezzük azt, hogy az építkezések mintájára, ahol már évek óta egy digitális naplóba be kell mindent vezetni, építési naplóba minden építési cselekményt be kell vezetni, ezt a bányászatra is bevezetjük, és így a hatóság fizikai jelenlét nélkül is pontosan tudja, hogy az adott bányában mi történik. Ez az állam érdekeit védi természetesen. Ha már digitalizáltságról beszéltünk, akkor én egy kicsikét így a nyersanyagok, alapanyagok világából a megvalósítás irányába terelném a szót. Ugye az építőiparról azért olvassuk azért azt, és nyilván ennek az építőiparnak a vállalkozói leképzése, hogy ebből mennyi a mikro, mennyi a kis KKV, mennyi a hagyományos középvállalat és a nagyvállalati szelet, arról is érdemes lenne beszélni, és ezen belül mennyire erősen jellemző az, hogy hatékonyan, digitalizáltan a mai kor szellemében tudnak működni ezek a vállalkozások. Lehet, hogy nem is csak az építőiparról kéne beszélni, hanem általában a vállalkozói világról, de most nem ezért vagyunk itt, most az építőiparról beszélünk. Hogy látja ezt a kormány most, hogy tud-e abba ő segíteni, támogatást nyújtani, ösztönözni, hogy az építőipar ilyen területen egy kicsikét elinduljon ebbe a IT világban, digitalizáltságban, hatékonyságban, és hogyha igen, akkor mik ezek a csatornák, amiken keresztül be lehet vezetni az építőipart ebbe az útba? Ez egy nagyon jó kérdés, de ha szabadna még visszakanyarodnék a bevezetett intézkedésekhez, mert egy kicsit sokat beszéltem a bányászatról, és az csak pedig érdekes volt egy szegmense a dolognak. Egyébként hasonló megoldást alkalmaztunk a cementgyárak esetében is, ott is meghatároztunk egy ajánlat árat, 20 000 forint per tonna, és ha fölötte értékesíti a gyár, akkor ott is 90%-át extra járulékként be kell fizetni a költségvetésnek, és ugye mivel ez egy beton alapú építőipar, és véletlenül még 20 év múlva is az lesz, a két legfontosabb szegmensnek az árát megfogtuk így, a kavicsét, a cementét, innentől van ráhatásunk arra, hogy milyen legyen a betonár, már csak a betonvast kéne kézbe tartani. És akkor, azt a hatos vasat még valahogy. És akkor minden rendben lenne. A következő ilyen intézkedés volt, hogy az építő alapanyagoknak a közúti fuvarozását az úgynevezett EKR rendszerbe, tehát ez egy ilyen elektronikus követési rendszer, abba előírtuk. Ennek, ahogy említettem, pontosan az lett a következménye, hogy látjuk az anyagmozgásokat. Tehát egészen érdekes módon mondjuk július vége és szeptember vége között
több mint 15 milliárd forint értékű cement kiment Horvátországba exportként. Vajon miért? Horvátországban van két kisebb cementgyár, az ottani igényeket ki tudják szolgálni. Tudjuk azt, hogy Horvátországban a tengerparton nyáron nem építkeznek, tehát az ottani gyárak akár készletre is tudnak dolgozni nyáron. És akkor időközben viszont visszajött ebből néhány milliárd forintnyi Magyarországra. Vajon mi ennek az oka? Nyilván ezeket értelmeznünk kell, hogy talán megpróbálták. Azért ez egy izgalmas, tehát magyarul az történt, hogy volt egy exporttevékenység, amit nyomon lehetett követni, és egy kis idő eltelte után visszajött Magyarországra hasonló léptékű mennyiség? Nem ugyanakkor a mennyiség, de a mennyiség egy része visszajött. Tehát nyilván ezeket értelmeznünk kell, hogy mi az oka ezeknek az anyagmozgásoknak. Az export az természetesen jó, de amikor nyomott áron visszajön, és mondjuk a magyar gyáraknak az árszintje alatt jelenik meg termék, az nem biztos, hogy jó. Egyébként a magyar cementipar kibocsátása olyan 3,5-4,5 millió tonna per év között van, és durván még 1 millió tonna import cementet használ a magyar építőipar. Általában olyan 1,5 millió tonna egy gyárnak a kibocsátása, tehát jól látható, hogy még gyakorlatilag egy cementgyár elférne magyar piacon. Az jó lenne, hogyha magyar kézben lenne, hiszen ezek a cementgyárak, az a három gyár, az külföldi tulajdonban van. Jó lenne, hogyha magyar tulajdonban is lenne gyár, de meglehetősen nehéz most már az Európai Unióba cementgyárat elindítani. Ugye itt széndioxid kvótákat, környezeti ártalmakat, a mögötte lévő bánya kibocsátását, tehát sok mindent figyelembe kell venni, nem beszélve arról, hogy egy ilyen gyárnak a beruházási költsége az jóval 100 milliárd forint fölötti összeg, ennek a megtérülése azért nem egy-két év. De egyébként nem csak a cementiparban, hanem az építő alapanyag iparban jellemző az, hogy bizonyos szegmensekben egy, kettő, vagy csak néhány szereplő van, és pontosan az a cél, az a kormányzati cél, hogy minél több szereplősek legyenek a gyártási kapacitások is. Ezért a Magyar Fejlesztési Bank közreműködésével létrejön egy 100 vagy 200 milliárd, ez még nem dőlt el, de véletlenül 200 milliárd forintos tőkealap, és ennek a tőkealapnak az lesz a küldetése, hogy segítse a magyar alapanyaggyártás fejlődését, új gyárak létrehozását, adott esetben magyar expanziós törekvéseket, tehát egy kicsit a kivitelezői szektor mögötti alapanyag magyar, és építőanyaggyártás magyar megerősítése és kormányzati szándék. És akkor most válaszolnék az eredeti kérdésre. Valóban az építőipar hatékonyságát növelni kell. A hatékonyság növelésnek több módja van, jobban képzett szakemberek. Ez kulcskérdés, hogy az építőiparban legyenek jó képzett szakemberek. Ez a szakképzést kell fejleszteni, a felsőoktatást, a vonatkozó felsőoktatást kell fejleszteni, képzési bázisokat kell létrehozni, a duális képzésbe előre kell lépni, hogy a fiatalok közvetlen a termeléssel, közvetlen az ipari világgal találkozhassanak, és valóban így van, hogy a magyar építőipar digitalizációja az lemaradt, de talán mondhatom azt, hogy az európai építőipar digitalizációja is lemaradt a fejlett világ ilyetén helyzetétől. Kik járnak ebben most így az élen? Tehát melyik az? Abszolút Észak-Amerika, de még mondhatom azt, hogy Dél-Amerika is, hiszen van az úgynevezett Building Information
modeling, ez az úgynevezett BIM, ez azt jelenti, hogy egy adott ház megtervezése az teljesen digitálisan történik, egy digitális modell a ház szerkezeti váza, egy másik digitális modell a gépészet, egy másik digitális modell a villamosrendszer, és itt sorolhatnám a legmodernebb ilyen rendszer, hogy 7-8 digitális metszetet kombinálnak össze, és ezek szétszedhetők és összerakhatók. Ugye ennek az a lényege, hogy a kivitelezés folyamán semmilyen ütközés nem képzelhető el, mert az már a tervezési folyamatban kiderül. Tehát nincs az, hogy a helyszínen vakarja a fejét a kivitelezői mérnök, hogy akkor itt mit akart a tervező, hanem egyértelmű. Egyértelmű, tehát én láttam olyat, hogy mit tudom, egy lépcsőbe bele volt tervezve egy szennyvízvezeték, mert éppen a szerkezeti tervező nem beszélt a vizes tervezővel, és hát az oda került, és ugye nyilván ezt a kivitelezés folyamatában kell megoldani, hogy az ott nem lehet. De ennél még fontosabb ez a kérdés, mert ez a modell ugyan drágább a hagyományos tervezésnél, viszont az épületnek a teljes életciklusában olcsóbb, hiszen amikor üzemeltetni kell egy épületet, megkapja az üzemeltető a teljes digitális leírását a háznak, és pontosan tudja, hogy a falban mi van. Tehát mondjuk itt vagyunk ebben a stúdióban, hogyha ez BIM-ben lenne tervezve, akkor pontosan meg lehetne mondani, hogy jobb felső sarokban egy szivattyú van beépítve, a szivattyúnak a típusa, minden a modellből lekérdezhető, és ha mondjuk ott csöpög a fal, akkor tudja az üzemeltető, hogy miért kell megbontani, és mit kell ott cserélni. Ez üzemeltetési szempontból jóval olcsóbb. Ez az úgynevezett BIM modell, vagy BIM alapú tervezés, például Perúban már 4 éve az állami beruházások csak ebben a modellben tervezhetők. De mondanék egy másik példát. Nagyon sok beruházáson nem tudja egészen pontosan a kivitelező azt, hogy az adott helyszínen az építőanyagok, építési termékek milyen készletnagyságban lelhetők föl. Tehát megrendelik, megbecsülik, hogy mit tudom én, kell 15 raklap tégla, de hogyha BIM-be tervezik, akkor darabszámra pontosan meg lehet mondani, hogy hány téglát kell beépíteni, és hogyha van egy olyan program, egy digitális szállítólevéllel összekötve, ami az adott helyszínen is rögzíti, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű és milyen formájú építőanyagok vannak a helyszínen, akkor nincs többletrendelés, nincsen hulladék, pontosan annyit rendelnek meg és annyit építenek be, amennyit a tervező kiírt. Ez is a digitalizáció egyik példája. A legjobb, legnagyobb, leginnovatívabb magyar építőipari vállalatok most már ezeket a megoldásokat kezdik használni. De azért, ha jól következtetek, akkor azért gyakorlatilag itt a teljes szereplő gárda, aki az építőiparban jelen van, az ebben aktív részese kell, hogy legyen, és érdeke is. Tehát itt a megrendelő, kivitelező, tervező, üzemeltető szinte majdnem mindenki érintette ebben a BIM rendszerbe, és ennek a BIM rendszernek ilyen értelemben a szereplőit össze is tudja hangolni maga ez a rendszer. Abszolút, tehát nyilván mindenkinek érdeke, hogy ahogy az imént is mondtam, némileg durván olyan 10-15%-kal drágább ezeknek a rendszereknek a költsége, hiszen ez nem egy tervező szoftver, hanem ez egy szoftver környezet, egy ökoszisztéma tulajdonképpen, ami alapján a tervező iroda, vagy a tervező irodák összessége dolgozik. Hát egy komolyabb ilyen szoftver környezet az olyan durván 200-300 millió forintba kerül, tehát azért ennek költsége is van. Föl kell készíteni erre a tervező irodákat, meg kell tanulniuk ezeknek a rendszereknek a használatát, és hát ezeket nyilván oktatni is kell az egyetemeken. A Műegyetemen éppen most készül egy BIM labor,
de a Pécsi Egyetemen is előreléptek ennek a képzési oldalának a megteremtésében. És a kivitelezői szektor részéről látni azt, hogy van fogadókészség, tehát hogy ők fel vannak erre készítve. Ugye jellemzően ugye én felsoroltam egy ilyen vállalkozói méret nagyság szerinti palettát, és azért gondolom, hogy az építőiparban sincs másképp, hogy azért a nagyobb számban 70%-os nagyságrendet mondanak, azért a KKV szektor képviseli magát. A legfölkészültebbek erre a szép új világra, hogyha idézőjelben ezt mondhatom, a legnagyobb vállalatok. Tehát ez mondjuk talán érthető is. A MOL székház ilyen rendszerbe épül, vagy éppen részlegesen ilyen rendszerbe építjük az alaegerszegi hadiüzemet. Tehát jó néhány esetben már erre példa van a mai építésgazdaságban, vagy egy másik példát mondhatok, a Nemzeti Oltóanyaggyár tervezési előkészülete is teljes körűen BIM-be készülnek. A legnagyobb vállalatok erre többé-kevésbé fölkészültek, hát a kis és közepes vállalatok kevésbé, de hát ez egy innovációs és edukációs folyamat, hogy ők is megismerjék ezt a rendszert, hiszen ennek a lényege az lesz, hogy egy építésvezető nem egy tervcsomaggal a hóna alatt fog szaladgálni az építkezésen, hanem egy tabletten gyakorlatilag a teljes tervdokumentációt látja, értelmezi, és adott esetben megfelelő technikai eszközökkel ezt még térbelileg is meg tudja mutatni, vagy meg tudja valósítani. Hát igen, egy vitás kérdésben gondolom sokkal gyorsabban lehet egy probléma fölött megoldást találni. Jó, hát képzést is említettük, és sok időnk már nem maradt vissza a beszélgetésben, amire én mindenképpen azt gondolom, hogy egy hosszú távú befektetés esetén érdemes lenne szót fordítani, az a képzés lenne, de ugye én velem szemben azon kívül, hogy egy kormány biztosul, azon kívül az EMI vezérigazgatója is, és az EMI, mint minőség ellenőrző intézet, ilyen értelemben egy nagy tradíciójú szervezet. Hogy készül erre a kihívásra, ezekre a feladatokra az EMI? Tehát mi az, amiben ebben támogatást tud nyújtani az építőiparnak is, ez lenne a záró kérésem. Hát például a BIM esetén európai partnerekkel együttműködve olyan tananyagot fejlesztünk, amelyet komplettan át tudunk adni az egyetemeknek, és adaptálni tudják ezt a tudást. De ha már a minőség irányítás, illetve a minőségbiztosítás, minőségellenőrzés is szóba került. Az EMI-nek kulcs szerepe van abban, hogy milyen anyagokat használunk Magyarországon, hiszen Magyarországon az állami beruházásokon csak olyan anyag építhető be, amelyeknek van termékleírása, tanúsítása, és ezt a tanúsítást jó részt az EMI végzi. Az EMI mintegy 1000 laborvizsgálatot tud elvégezni, 1000 fajta laborvizsgálatot, abból 700 vizsgálat akkreditált, tehát gyakorlatilag ami az építőiparban előfordul, anyag, szerkezet, ahhoz a kollégák mindenhez értenek. Legprofesszionálisabban talán a tűzvédelmi vizsgálatokhoz, de szerkezeti és anyag összetétel vizsgálatokban is egészen professzionális a vállalat. Itt nekünk lépést kell tartani a modern laboratóriumi eszközök fejlődésével, és köszönjük is a kormánynak, hiszen kapunk 10 milliárd forintot ennek a laborháttérnek a fejlesztésére. Nem titok, hogy ezzel piaci pozícióinkat is szeretnénk megerősíteni, hiszen tulajdonképpen most is piacvezetők vagyunk Közép-Európában, hiszen az EMI nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is dolgozik, de ezt a szerepet tovább szeretnénk erősíteni, és a V4-ek esetében mindenképpen, de Közép-Európában egy meghatározó minőség ellenőrző szervezet kívánunk lenni. Gyutai Csaba, az építésgazdasági intézkedések összehangolásáért felelős kormánybiztos volt a Hit Rádió stúdiójának a vendége. Köszönöm szépen a itteni beszámolót, ehhez kívánunk sok sikert és jó egészséget. Köszönöm szépen, örömmel jöttem.